Hello! Szombati napon, azt hiszem, és mivel el a két táborba is megy, és frissítenünk kellett a ruhatárát, ezért nagyon sok dolgot kinőtt tavalyról, ilyen nyári cuccokat. Igaz, Bébe? Úgyhogy most elmegyünk vásárolni neki egy pár dolgot. Hát én úgy gondoltam, hogy a színszét nézzük meg elsőnek, mert már nagyon régen voltunk. Hát majd meglátjuk, hogyan tovább. Mire van szükséged, Bébikém? Pólókra? Pólókra. Aztán legnagyobb probléma, hogy én is jövök, mert lehet nekem nem kellene. De ezt majd a végén meglátjuk. Mit szól ehhez? Jó. Jó? Na, vigyázz! Jaj. Na, úgyhogy majd jelentkezem. Na hát képzeljétek, a múltkor, amit vettünk dinnyét a Tesco-ba, hát nem volt finom. Hát itt kinek ízlett egyedül? Nektek? Neked? Ne, nekem annyira nem. Nem. Tehát a Lejlának az mindegy, meg a Gerinek is mindegy, csak hideg legyen, igaz? Szerintem semmilyen íze nem volt a dinnyének, úgyhogy ez nem jött be. Meg lehetett tenni, nem azt mondom, meg nem volt savanyú, csak nem volt édes. Nem volt megérve még szerintem az a dinnye, nem? Hát meg olyan dinnye íze sem volt nagyon. Hát nem. Ja. Hát de tegnap vettél barackot. Na hát az meg a másik. Vízízű barack volt. Savanyú vízízű barack. Hát azt mondja, kérsz egy barackot? Ó, mondom igen, kiválasztott a szép piros barackot anyának. Jó. Gyerekek, semmi. Egyet beleharaptam, aztán odaadtam neki, hogy edd meg. Emel mondom, ha tovább eszem, tuti befosok. Finoman megtapogattam a boltba, hogy puha-e. Puha volt, tehát abban nem volt gond. Aha. Csak hát az íze az nem. Nézd meg, megint nem hoztam a hangszűrőt, vagy zajszűrőt. Most már rá fogom tenni, és örökké rajta hagyom. Ja, ki kell rakni az asztalra, hogy rá. Kiraktam. Ja? Még a múltkor. Hogy el ne felejtsem. De elfelejtem. Egyszerűen nincs agyom. Kész. Na, hát akkor jó is fúj a szél, úgyhogy semmit nem lehet hallani. Itt meg fúj a klíma, tehát se baj. Ott a McDonald's! Nyami, nyami. Ja, van ott rántottuk. Jaj, alig várom, hogy egyen megint. Tegnap olyan finom volt, mi? Gomba. Meg gomba? Ja. Ja. Fúj, Leila, igaz? Gomba? Leila, ja. Halat kell majd ki. Nézzétek, milyen szépen nőnek ezek a fák itt. Nemrég még milyen picik voltak, nézd meg. Ja. Csak arra nem gondoltak, hogy fel fogja nyomni a betont. Fel fogja a gyökeret törni. Túl sűrűn is van ültetve, de szép lesz nagyon. Kell az, hát persze, hogy kell. Ja. Baktalózunk tovább. Na mindjárt ott vagyunk, most kijöttünk ide, hol vagyunk a... Hát ma mindjárt, mert pirosat kaptunk. A Dunacenternél. Ott van a Színszi Győrbe. Ugye ezt tavaly fedeztük fel, igaz? Vagy valami ilyesmi? Ja. Na sokáig én... Hát de tudjátok is, online rendeltem. Aztán egyszer csak rádöbbentettek, hogy van Győrbe Színszi. Nem már jöttünk is, igaz? Ha mondjuk nem vettünk sok mindent igazából. Online több minden van szerintem. Már mondjuk itt is van, tehát rengeteg minden van. Ja. Na mindegy is. Mi a pálya van? Na, megérkeztünk. Mindjárt is. Tüm, 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 tüm. Van itten. Tebi! Háda! Faszom! Már megint egy háda, mennem kell benézni. Ja? Ott egy háda, láttad? Nem láttam. Ott a sarokba. Mondjuk nem tudom, hát hogy itt is olyan drága, hogy 4000 valamennyi egy kiló, hát akkor nagyon nem örülök. De azért benézünk, ne? Benézünk már, ha itt vagyunk, ott a színszé. Pepco, Galaxy, Játékpolt, DM, Interspolt, Polt, Aldi, és mi van még? Ugri Park, Brandon, mi ez a Velmark? Mi ez a Velmark? Kínai. Ez nem Velmark, ez Velmark. Medence áruház. Na, van itt minden, csak ez nagyon kint van. Hát mondjuk, akinek kocsia van, az ki tud jönni. De én biztos nem buszoznék ki. Szóval megyünk a Színszébe, oda bele. É, felé.
Na végeztünk. A helyzet az, hogy a szépen büszkék lehettek rám, nem vettem semmit, mert semmi rendben nincs. Aztán a fiúk vettek maguknak, és a Leila meg a, az Ragnar. Aztán elmondom, mellézek én abba a hádába, bementem és kísértem azonnal. Gyerekek, 10 000 forint itt az üzénél, itt kint a kilóán, ne vicceljetek már. Még a belvárosban is 4 000 valamennyi egy kiló, igaz? Ja. Tehát azért, mert itt kint, tehát nem, tehát ez túl mácsad, nem gondolsz, hogy használtam egy 10 000 forint per kilót fizetek, betegek ezek. Na, aztán még beszaladtunk a Pepco-ba, mert vettem egy függönyt a Gergőnek a szobájába, le akarom cserélni. Meg egy pár dolgot, de majd ott megmutatom. Oké? Okay. Na, hazaértünk. Most itt ülök és emésztek. Most ettünk. Jó, feltankoltam magam vízzel, mert teljesen kiszikkadtam. Aztán melegítettem a családnak ebédet, meg még a Leilának sütöttem ki plusz halat, mert tegnap elfogyott. Még vacsorára is halat elett, annyira halas. Aztán most megebédeltünk. Úgyhogy mindjárt megmutatjuk. Ragnar bemutatja, vagy Betty bemutatja? Ragnar bemutatja. Ő akarja. Ragnar bemutatja, hol lesz. Megmutatjuk, miket vettünk, hol voltunk a színszébe. És képzeljétek el, mutattam ott azt a hádát. Na, oda nem mentünk be végül. És hát Leilával így bementünk, én csak be akartam nézni dolgokat, így egy pár dolgot megnézni. Hát én nagyon gyorsan kifordultam, 10 000 forint, 10 000 akárhány száz forint egy kiló táska. Ha beszarsz, hát a belvárosban milyen utca volt? Ez Cucor? Cucor. Cucor Gergely utcában. Cucor Gergely utcában. Belvárosban 4 000 valamennyi egy kiló. Sőt, van olyan, ami olyan textília, ami 3 000 valamennyi per kiló. Én még azt is sokaltam. Tehát én még azt is soknak tartottam. De ez kiverte biztosítékot. Hát nem is volt benne, talán 3 ember volt benne, összesen nézelődött. Hát gondolom, drága a bérleti díj, vagyis hát a Ragnar azt mondta nekem, hogy valószínűleg azért ilyen drága, de hát ez logikus is, mert drága a bérleti díj, és hát ki kell gazdálkodniuk, de hát, vagy én nem tudom, hogy ez exkluzív ruhák vannak ott, meg sem néztem egyet, csak úgy kifordultunk, mint a szél. Ja. Nem magamnak semmit nem vettem, ugye? Színszépen biztos, hogy nem vettem semmit, máshol meg nem voltunk, de még bemetünk a Kikbe, Leila vett hajgumit magának, itt vettünk még a Kikbe, majd mindjárt megmutatok mindent is, meg még a Pepco-ba szaladtam be. Úgyhogy ennyi. Na, mindjárt megmutatom. Nem. Ragnar bemutatja. És Ragnar bemutatja. Rock'n'roll van. Na, akkor a színszéjjel kezdjünk. Színszéjjel kezdünk. Oké. Okay. Ez van legfelül. Ez a poliuretán papucsom. Mi van? Poliuretán papucs. Poliuretán? Ja. Ilyen UFO papucs. Bemutassák ide. Puha. Nagy. Papucs. Papucs. 4 500 forint. Jézusom, tényleg? Aha. Hát a sénen ócsó. De így legalább meg tudod fogni. Ja. Látod. Meg a méret, ugye? Meg jó, mert egybe van öntve az egész, talán nem fog szétszakadni. Hát én beleréptem, mert azt mondja, nagyon jó benne járni. Hát gyerekek, egyáltalán nem. Olyan, mintha lebegnél, olyan fura. Ja, jó, puha. Vastag a talpa és puha. Áj, gyűlöm. Nekem tetszik. Ilyen vastag talpa. Hát örülök nekem, nem is van nekem. Na. Akkor. Leilai. Leila. Tupek. Már ez a Máriája mind a két gyerekemnek. Ja, ez drága volt. Azt mondja, hogy 3 600 forint. Egy mosás. Ebben azért van anyag. Van? Aha. Ez jó anyag? Meg ez is jó anyag. Ez is jó anyag, ugyan. Ára? Ára, azt mondja, hogy 2 300 forint. A Leilai. Leilai. Oké. Mi baj van a mosogatógépen? Nem tudom, melege van. Ja, ezen kis pálmafa van. Ez az eleje, meg gondoltam a hátulján is van egy tök jó minta. Egy ilyen nagy minta. Aha. Ez is Leilai, ez is 2 300 forint a másik. Jó? Jó. Oké. Akkor... Ez a Gergőjé, hát ha felveszi. Apa is akart ilyet magának, csak nem volt rá való. Ja, ez egy XL-es, ugye? Ez a Gergőjé. Aha, Miami. Miami. A sci-fi. Azt mondja, hogy ez 1 700 forint. De jól néz ki, nagyon. Ja. Szép ez a minta benne. Oké, okay. Egy rövid nacó Leilának.
Hát ilyen tért felé érő. Ja, tért felé érő, 4000. Azt mondja, hogy 600 forint, 4600. Nem kockás. Kockás. Jó. Vensz. Vám, akkor úgy néz ki. Úgy néz ki, ja. Na, még egy rövid nacó. Na, ennek mennyi volt szára, mert nem találtam. Várjál, mert erről leszakadt a hüzé. Nem volt rajta, úgy vitted oda. Ezen nem volt, nem? Nem, azon ott lóg. Nem tudom. Ott lóg a másikon. Az igen, azon ott lóg, de ezen nincsen. Akkor ez mennyi volt? Nem tudom. Mindjárt megnézem a blokkot. Légy szíves. 158-as. Na, hol van a blokk? Hagyjuk, bent van. Jó. Na. 2900 forint, lányka short, 158-as. Na, jó van. Ja. Akkor 2900 forint. Na, biztos van benne valami, amilyen volt nem mindjárt. Akkor egy kis táska Leilának. Ez ilyen átvevős. Igen. Ne karcold össze! Nem karcoltam össze. Ezt nem lehet összekarcolni műanyag. 1700 forint. Ja. Ja. Leilának ilyen póló. Leilának ilyen kis póló. Hát a derekáig ér, ja. Éppen nem köldök alafelé, hanem alá. Ez 900 forint. Ez ilyen halvány, hát lila, kék, tudja bánat, olyasmi. Jó. Akkor. Jaj. Léla, már. Napszemüveg. Azt mondja, hogy... Leilájé. Leilájé. Hát ez... Aha, meg... Rajta van. Megvan, megvan, megvan. 900 forint. De jó lát neki. Én elkedről lehet csak. Köszönöm. Akkor apapóló. Tényleg? Aha. Mert nagyon eltűnt elmott a férfi osztály. Apapóló 1. Mi az? Aliua? Kailua Hawaii. Ja, Kailua Hawaii. Az a feleje. Hátulján meg ilyen óriás minta van. Csodálom, hogy te felveszel ilyen pólókat. De jó, nem? Nagyon, tetszik, szép. Csak az, hogy eddig sosem használtál mintásokat. 2900. És most... És milyen az anyaga? Jó. Jó? Aha. Elég vastag? Igen, igen. Jó, mert ott néveiknek olyan borzasztó. Nem, azért nem szerettem azokat a rohadt vékony ízeket. Hát azok voltak 1000 forintért, meg 900 forintért férfiba is a vékony anyagúak. De van egy kis tartalom benne. Aha, ez jó, ez nehéz is. Aha. Szép. Akkor megyünk Hawaii-ra? Megyünk Hawaii-ra. Szintén. Ez mi? Póló. Ja, magadnak? Igen. Szintén azért választottam ezt is, mert ebben is van anyag. Ez ilyen, nem is tudom milyen színű. Nem fehér. Nem fehér, ez ilyen halvány színű. Ez olyan, mint a izét culájé, amikor nem fehér. Ez 3600 forint. Viseled egészséggel. Jó. Meg még egy apapóló, ezt meg te választottad nekem. Igen, ezt én választottam nekem, mert tudom, hogy szeretnéz ilyen mintát. Nem, úgy ez tök jó. Aha, ide hozod a mintáját megmutatni? Persze. Ja, ilyen pálmafa. Pálmafa. Azt mondja, hogy ez 2900 forint. Ez is az a vastag. Vastagabb anyag. Nem a vékony. Volt ebből ilyen gyönyörű szép is különben. Jó, akkor alsó vagyák. A Gerinek. Gergőnek. Mennyi volt ez? 4600 forint, ez 5 darab. Igen, ja, ilyen rövidgatyás fazon. Ide mutatod? Ja, ez a... Az a faszos csávó. Tökös csávó. Ott van hátul is. Ja, de hány darabok, annyit tudtam találni, mert mindegyikből, tehát vagy három darabból ki volt lopva egy-egy darab. Na, akkor... Gerizokni. Gerizokni. Ez 5 darab, 1100 forint. 1100. Hát igen, ez a boka alá érő zokni. Még egy ötös, fehér csomag. Ez 900 forint. Az nem fehér. A fehér meg szürke, bocsánat. Hát vegyes. Vegyes, jó. Ja. Hány darabos? 5 ez is. Mennyi ezeknek a pamut tartalma, mert nem bírtam meglátni a szememmel. Húha. Mert szétszóródtunk a boltba. Hát ezt így most nem. Jó, nem telefonra baj. Mindegy, de az úgy tapintása jó. Jó, akkor itt van még Leilának egy... Már valami van rajta. Kis atléka. Hát ja, ez is ilyen nyári rövidgatjához. Ki van fordítva az? Az mennyi? Várjál, visszafordítjuk. Nem, mert próbálni voltunk vele. Ja, ez kérlek szépen 1700 forint. 1700? De ez is ilyen vastagabb anyag. Igen, jó anyaga van. Hát mondom, ami ott volt 900 forint, az mind az a vékony. Jó, a színszély az ennyi. Jó, akkor nézzük tovább. Jó, akkor Pepco, vagy mi ez? Igen, Pepco. Nem kik? Van egy gyertyánk. Az Pepcos? Igen. Igen, azt a Gergő szobájában lesz. Azt mondja, hogy 500 forint. Vagy itt. Nagyon jó illata van. Nem érzek semmit. Citromos illata van.
Mi van ráírva? Mert azt nem láttam. Citronella. Akkor citromos gyertya. Jó, várj, akkor ki kell hoznom a többi kikket. Jó. Jó, akkor megfogom. Gergőnek egy... Ja nem, ez még színszélyes. Színszélyes, bocsánat, ez lemaradt az előbb. Ez egy 180x220-as ágytakaró. Ez 4600 forint. Igen, mert már unjuk neki azt a izét, szürkét. Ja. Oké. Okay. Már mi unjuk, nem ő. Már ő is azt mondta, hogy elég unalmas. Na, ez Pepco, egy párna. Azt mondja, hogy 2500 forint. Ez a... Ehhez illik? Ja, én így választottam. Ugye, mert felmutatom, várjál. Ja, így lesz a átterítő, meg rajta ezek a vidám párnák. Ja. Zöld, nem túl csajos, nem túl fiús, nem pont köztes. Ebből a párnából van kettő darab. Tehát 2005 darab jött. Oké? Okay. Mert húzatot akartam, de nem volt olyan, ami tetszett. Illetve egy függöny. Az is megy hozzá, nem? Ja, szerintem passzol. Ja. Hosszabbító függöny. Ez leért a földig. 8000 forint a kettő darab függöny, 135x260-asból van benne ilyen vastag. Két darab vastag függöny, sötétítő. Speckos. Ja. Ja. Oké. Okay. Még van valami? Elég az a kikkes két apróság van. Jó a seggettől, kóra. A jégkrémes. Jégkrém készítő. Mennyi az? 1500? Azt mondja, hogy 1500 forint. Ja. 1500. Ezt pedig Leila választott egy nem tudom mit. Há, mi az? Nyaklánc? Kikkes valami kis nyaklánc. Mányi? Ez meg 700 forint volt. Ja. Ja. Ennyi? Ennyi. 750. Uh-huh. És kész. Betty meg nem vett magának semmit. De múltkor én vettem táskákat. Ja, nekem meg póló hiányom volt. Nem mentegetőzé. Nem mentegetőzzük. Tehát én mondtam. Hát jó, a Leilának mentünk igazából venni, de hát ha ma ott voltál és láttál őt, ami tetszik, akkor miért ne? Ja. Na, jó van. Én meg örülök a tetszének, én mindig. Jaj, hol vagyok? Na, szóval ennyi volt. Ezt a felső olyan hülye, ennek így kéne lennie, így. Mondom így, úgy, látjátok így. Csak ez a pántja nagy. Hát ebben még kéne düble vál. Az belejebb kell varnom ezt a pántot. Na mindegy. Bína. Mi? Mindjárt várjál. Még akar valamit mondani. Valamit elfelejtettünk. Ú, ennek az nagyon jó illata van. Gyerekek. Annyit csinálj még, hogy ezt hadd bontsam ki. Aztán majd a beszerelést megmutatjuk. Ez a szúnyoghálóban a macskahajtó megjött. Ez egy sénes hau, de be... Jó, ja. Bocsánat, az uram blokkolj! De, kihasználjuk! Na, mit akarsz megmutatni? Csak annyi, hogy kibontom, hogy meg... Akarsz róla beszélni? Hát... Jó, rendben. Mindjárt kibontom, és akkor beszélek róla. Jó, a címünk ne látszadjon, köszönöm. Ja nem, fordítva van. Na szóval, addig el tudod mondani, hogy mi ez? Addig szagolgatom, hogy értel. Eltűnt a szikém. Na, ez egy... szúnyoghálóba szerelhető macskaajtó, ilyen billenős, és elméletileg a szúnyoghálóra fel lehet rakni, mert ugye nekünk a szúnyoghálót az be kéne csukni éjszakára, de akkor a macskák nem tudnak jönni-menni, és így fel kellene kelni állandóan, hogy kiengedjük őket meg be. Várjál, azt mondtad, hogy elméletileg, tehát akkor gyakorlatilag nem? De, hát ott volt a kép. Vagy te csak te találtad, hogy esetleg azt mondja, mert tudom, hogy néha hótosz. Nem, ezt úgy reklámozták, hogy szúnyoghálóba szerelhető macskaajtó. Na. Kibe vágd a szépen. Csak megvontom, utána meg tépem. Nagyon nehezen érkezett meg. Hát ez vagy 10 napig jött. Ja. Elmagról rendeltük amúgy. Mennyi volt az ára? 9900 forint. A kurva. Tényleg? Aha. Ja. Ide mutatod? Persze. Ott mászik a semmit nem látni. Nem mászik el ilyen. Ott látszik a lánc. Így. Kösz. Ilyen tappancsanakú? Ja. Közelebb? Úgy jó. Jó, hát majd meglátjuk. Most nincs itt van a szerszám, mert raposnál van. Oda adtuk neki. De majd... Hát én elmény. Persze. Na, itt van. Ő az. Itt vannak a csavarok, és itt van a beszerelés, hogy hogyan kell a szúnyoghálóba belerakni. Zseniális.
Mutasd ide a kamerába! Tök jó, ott van. Aha. Tehát először fel kell csavarozni a keretet a szúnyoghálóra. De hogy? Egy hálóra hogy? Hát kell csavarozni, és akkor összefogja a két oldalról a műanyag keret a szúnyoghálóra. Na hát erre ki kell vágni. Igen, és ami benne maradt háló, azt ki kell vágni, és annak a helyére megy be a billenőajtó, és kész. Ennyi. Ez a két szerencsétlen szerinted fog tudni, de a Alexi biztos, hogy majd majd kicsalogatom először kajával, és akkor ki fog rajta jönni, és ha egyszer kibe jön, már akkor utána tudni fogja. Szerintem. Jó, muszáj, mert megőrülök tőlük. Ja. Mert az a helyzet, hogy régen éjszakára úgy hagytam csak a sötétítő függönyt. Elvehetem róla a kamerát, vagy még akartam? Még annyit akarok mondani, hogy még jó, hogy a nagyobbat vettem. Na. Már kétfajta méretben volt. Ez a nagyobb. Ez a kutyáknak való? Nem, hát macska, macska, kis testű kutya, de a másik az kisebb volt, tehát azon kisebb fért volna a macska. Já, ne viccel, a helyeken kiférnek ezzel. Mondjuk az igaz, ja. De ez így kényelmesebb lesz, na. Akkor vehetek egy kutyát és kifér rajta? Persze. Hogy nem így? Jó, ennyi. Jó. Csak erre voltam kíváncsi, hogy van ebben csavar, meg minden bigyó. Figyelj, én nem veszem el tőled, hát beszélj! Király. A mi bajod van, nem szeretnél még bármit is bemutatni? Nem, köszönöm, ennyi. Ja. Biztos? Biztos. Mert látom, nagyon benne vagy. A csatornád meg nem megy. Nem. Miért nem? Hát... Nincs időd, de? Hát nem, hát csak mindig együtt, hogyha vlogolunk, akkor együtt vagyunk. Most én egyedül mit vlogoljak? Hát, hogy bemész a boltba vásárolni. Majd csinálok belőle egy kirándulós csatornát. Akkor venni kell ilyen kameratartót a fejemre, vagy valahova. Uh-huh. Hát ugye egy kézzel tolom a kocsit, a másikkal kamerázok, a harmadik kezemmel megrakom az utcokat a kocsiban. De te szeretsz vásárolni. Hát az túlzás. Ne hazudj! Mi? Ne hazudj! Hát ilyeneket igen. Megrendelni! De a napi bevásárlásod az úgy már nem annyira. Hát erre este is mondom, hogy gyere már, kapcsold be ezt a kurva szállítógépet. Mert mi mit csináltál? Ruha, meg nadrágokat láttam ott a képernyőn, hát, nézelődtél. A pólókat néztem, hát mondtam, hogy kell egy pár darab póló. Jó, vanna. Ennek jó illata van. Ah, de finom. De hát vannak azok a marha jó minőségű vikinges pólóim, azokat a netről rendeltem. 8800 forint egy rövid ujjú póló, és a izzadságtól ki vannak fakulva itt. Kiszívja az izzadságot. Az izzadság. Hát ez... Mert lehet egy alkalom után be kéne dobni a szennyesbe. Hát... De! Hát akkor is megizzad már, akkor azt csinálod, hogy felveszed. Befújod magad buzisprével, vagy a parfümmel, hazajössz, felbeakasztod a szekrénybe. És már le van izzadva. Mert még az illatos a parfüm. Érdekes, hogy soha nem történt ilyen póló. Férfiak, büdösek gyerekek, ennyi. Soha nem történt ilyen pólóval, ezekkel meg... Minden pólód olyan, itt a hónalja. A hónalja, jó, oké, de nem itt a mellén. De nem, ember! És nem olcsó pólókról van szó. A férfiak, büdösek, hosszosak, mocsosak. Ennyi. Az ennyi igényesnek tűnik, de nem az. Fürdik, tiszta, de a szennyest az izébe tárolja a szekrényébe. Vagy nem? Hát, szennyes vagy nem? Nem szennyes. Nem? Nem. Csak izzadsz? Nem. Hát most egyszer elszaladok benne valahova, visszarakom. Aztán egy hét, aztán... Utána megyek már megint valahova, akkor kiveszek egy másikat. Egy másikat? Na ez az, hogy nem azt hordom el. De az, hogy ami egy órát rajtam volt póló, azt miért dobjam a szennyes? Mert megizzadt és ott kicsipi az izzadság. Higgyed már el! Akkor meg a mosásba megy tönkre. Nem a póló a hibás, gyerekek, higgyétek el! De az! Nem! Nem! Te vagy a hibás! Szar minőség! Nem! Az egy nagyon jó minőségű póló! Az igaz! Itt az a probléma, hogy izzadtan visszateszed, mikor már kicsit az izzadság. Hát persze, hogy ott teszi meg a íz! Az íz! Íz? Izzadság! Na majd teszteljük a színszét! Nem! Nem tesztelni kell! Oda kell rakni a kibaszott szennyesbe! Visszarakom a szekrényt! Hát múltkor hadáztam rá, szagolgattam, aminek parfüm illata volt, minden kibasztam a szekrényedből. Komolyan mondom, én elhiszem, hogy egy órát van rajtad, míg jó. Csak ne álljon ott egy hétig, és az alatt még 5-6-ot felveszel. És mind ott áll, mert még mind jó. És közben meg az izzadságot. Ebből már egész ki, ha de... Miért nem jó? Nem jó. Hagyjuk! Szerintem is. Na. Szóval, semmi probléma nincs avval a pólóval, szerintem. Bocsánat.
Szóval semmi probléma. Itt egyetlen dolog a bac, hogyha szennyes valami, ne rakjuk vissza a szekrénybe. Ennyi. Nem? Tehát a férfiak ilyenek. Némelyik nő is ilyen. Ennyi. Hát ennyi legyen a legnagyobb hibája, érted? Veszek neki másik pólót. Kaptunk kupont. Várjatok, mert nem bírja. Nem bírja abba hagyni, az. Az online applikáción be lehet váltani a kupont. Milyen kupon? 15% 10.000 forint felett. Egyik oldal, a másik oldal. Teljes áru termékekre. És a másik oldalon. Hogyha letöltöd az alkalmazást, akkor meg 10%. Most aha, akkor melyik az menjél igaz? Menjél már be a CC-nek a webshopjába, eledve 30-40%-os akciókon. De arra nem érvényes, csak a teljes áru termékre. Július 31-ig. Aha. Jó. Nem kell CC-be menni, most sehol nem. Befejeztük? Befejeztük. Szeretném még mondani valamit? Nem, köszönöm, ennyi. Akkor hello, sziasztok! Sziasztok! Na, akkor gyere, integethetsz, azt szeretném. Sziasztok! Gyerekek, nem hiszitek el, visszajöttem? Be akarja mutatni a pólóit. Hagyj mutassam ám be, jól. Azt mondja, ezt nem mutattuk meg. Na, ilyen sukár. Jó? Jó. Húzd be a mellett. Nem hozzad. Nem kell, ereszd ki, hát pocakosan jó vagy. Csinos vagy. Nagyon szép a minta. Másikat is akkor szeretnéd felvenni. Te mondtad? Felvehetem. Jaj, most ne kérdezz már magad! Hagyjad már! Mekkora már? Ember. Húzlat elő? Csinos vagy. Nagyon szép. Jó a nyaka, jó az anyaga. Jó. Ja, az jó. Jól néz ki, ilyen bordázott. Jól áll. Ez el volt dugva. El? Aha. Jó van. Na, ez a Hawaii. Másik oldal. Kailui. Lua. Kailua. Na, ez meg ilyen. Tök jó. Oké, figyelj, mindjárt lemerül a kamera. Jó. Elköszönsz ismét. Sziasztok!